Na mehet. És akkor magyarázhatod. Na tehát kiválasztok egy minél följebb a faroktőhöz, minél közelebb lévő leghosszabb tincset. Nyírod farkulónál ez nem van egyszerű. Azt külön veszem, és a maradékot az egymás felé fordított hüvelykújjakkal elkezdem magamtól elfelé föltekerni, tehát az óramutató járásával egyező irányba, és elmegyek egészen a farok végéig. Amikor megvan a farkát a vége, akkor ugye összefogom a, még mindig két kézben van a farok, hüvelykújjam egymás felé néz. Elengedem a jobb kezemmel, megkeresem a farkának a közepét, a mutatójammal megtámasztom, és összecsukom a farkát. A farokrépa magasságánál van a törés. Így. Elengedem a farkát, lehet látni, hogy merre csavarodik. Ebbe az irányba hagyom tekeredni, és utána átveszem a kihagyott tincs alá, hogy a kezem keresztbe van. Itt már elengedhetem a farkát a bal kezemmel. Föl lehet egy picit húzni, hogy a pontosan a farokrépa végénél legyen a törés. Ugye fölötte van a tincs, majd még egyet rátekerek, és most a tincs fölé tekertem a vastagabb részt, tehát a két menet között van tulajdonképpen a vékonyabb tincs. Megfogom a tövét, egy picit megtekerem tehát tőlem mindig kifelé, tehát nem a testemtől kifelé, mindig a ló felé tekerek, és az alkarom alatt átemelem a farokrépát, és ráhúzom a hosszabbik rész alá. Egyszer, kétszer. Nem húzom meg nagyon, de azért vigyázni kell, hogy fölfeküdjön a farkára, hogy ne csúszson el. Gyakorlatilag ugye teljesen merőlegesen kell lenni a menetnek a farokrépára. Na most itt van egy ilyen érdekesebb mozzanat, mert hogy a középső ujjammal rá kell nyúlni a farkára, hogy ne jöjjön szét a menet, a tekerés ne jöjjön itt szét. Megfogom, leszorítom, és akkor el tudom engedni a jobb kezemmel. Megfogom itt közelebb a tövénél, előrébb nyúlok, és elkezdem tekerni, hogy szoros legyen a menet, a tekerés. Amikor megtekertem, akkor ugye ezt folyamatosan fogtam a vékonyabb részt, megfogom a vékonyabb részt, és itt viszonylag szorosan ráfektetem, minél közelebb a farkához, a farokrépához, ráfektetem a vékonyabbat a vastagabb részre, megint csak tőlem elfelé. Itt megint van egy mozzanat, a középsúlyammal újra rá kell nyúlnom a vékonyabb részre, és rá kell fogjam, hogy ne csúszson szét, itt most el tudom engedni, az egész ugye szorosan marad, majd ugyanaz, mint a legelején, elkezdem összetekerni a két szálat. És tulajdonképpen, hogy a két szál így egységessé válik, jó erősen megszorítom, megint ugye elengedem a bal kezemmel, utána ráfogok, bal kézzel megkeresem a közepét, ugyanaz, mint az elején, megnézem, hogy merre tekeredik, megvan, hogy merre tekeredik, összefogom, hogy nehogy szétcsúszson az egész, belenyúlok a mutató ujjammal a vékonyabb részbe, amit rátekertem, ugye az egy menetre. Itt azért nem érdemes megszorítani, mert ha nagyon szoros, akkor nem fér alá ez a föltekert rész. És fölülről lefelé alábuktatom egyszer. Itt már elengedhetem, mert hiszen már összefogja önmagát a farok. Megtekerem megint abba az irányba értelemszerűen, amerre csavarodik. És még egyszer alábuktatom. Mikor megvan, akkor a két menetet azt minél közelebb hozom egymáshoz. Gyakorlatilag addig tekerem ezt a fölcsavart részt, amíg tulajdonképpen szinte összecsúsznak ezek a menetek, minél közelebb legyen egymáshoz a kettő. Itt még át tudom buktatni egy csavaráson, és szinte összeér a két menet. Még egy picit meg tudom csavarni, majd belenyúlok ide a vékonyabb részbe, és meghúzom az egészet, és ez tulajdonképpen önmagát megszorítja. Kultúrtörténeti adalék, amikor valakit a ló farkához kötöttek és meghúztak a városba, akkor ebbe a résbe kötötték a kötelet. Hogy
ló az szépen tudja húzni.